A napokban érkezik a 13. havi nyugdíj Pécsre is, erről beszélt Kővár János országgyűlési képviselőjelölt mai sajtótájékoztatóján, aki kiemelte a 25 év alattiak eszhiamentességét is idéntől. A politikus elmondta, nem egyszeri kampányjuttatásról van szó, mint ahogy az ellenzéki oldal mondja. A 13. havi nyugdíjnak a részletekben való kifizetése már korábban elkezdődött, a korábbi években, és azért mindenkit emlékeztetnék arra is, hogy ez volt az, amit 2009-ben egyébként a Gyurcsány kormány, vagy akkor már Bajnai kormány megvont az idősektől. Ezt az adósságot, a 13. havi nyugdíjnak a bevezetését, ezt most törleszti a kormány, és reménységünk szerint, ha a gazdaság ilyen lesz a továbbiakban is, akkor ez meg fog ismétlődni a következő években is. Hasonlóképpen, ha ez a kormány marad, akkor a fiatalok számíthatnak majd ránk hosszú távon is. A kifizetésre a hazai gazdaság kiváló teljesítménye az alap, mondja a képviselőjelölt. Ez pedig sok ezer nyugdíjasnak segít Baranya megyében, illetve segít az önálló élet kezdésében a 25 év alattiaknak az adómentesség.